Értsétek, harabiák, hogy nem vagyok szolgálatban! Sziasztok, Zaglóba vagyok, ez pedig itt nem más, mint egy Deliverance helyzetjelentő a magyarításról, és egy kis toborzás, hogyha esetleg valakinek még lenne kedve fordítani, ugyanis a pletykákkal ellentétben, meg a sok kontár munka után, ezt most hülyén fejeztem ki, de majd mindjárt meg fogjátok érteni, hogy miről akarok beszélni. Szóval az a lényeg, hogy a fordítást nem állt le. Az előző hasonló videómban a leírásba betettem a fordító csapat linkjét, akik rendes fordítást végeznek, tehát nem Google fordítóval, meg hasonló eszközökkel próbálják fordítgatni a játékot, hanem rendesen nekiülnek, és a sorokat és a szavakat normálisan próbálják fordítani. Újra beteszem a leírásba a csapat linkjét, és megkérek mindenkit, aki látja ezt a videót, hogy terjesszétek a felhívást, ugyanis kevés a fordító. A munka halad, de így nagyon lassan halad, tehát hogyha időben akarunk egy jó magyarítást, akkor mindenképpen érdemes az olyanoknak beszállni a munkába, akik szeretnének segíteni a játékos közösségnek, illetve ők maguk is szeretnék magyarul játszani a játékot. A játék sztoria, aki nem ismerné, az egy rendkívül jól összekalapált sztori. A játékot magát a legtöbb kritika ugye a harcrendszer, illetve a lovas harcrendszer, meg egy-két dolog miatt éri, de igazából teljesen szubjektív, negatív kritikákat kap a játék. Azért, mert nem fogják fel az emberek, hogy ez nem egy fantasy világ, hanem megpróbálták az adott kor, valós történelmi kor világát lemodellezni. Tehát itt ne várjatok az erdőben rátok rontó farkasokat, ne várjatok mindenféle fantazmagórikus elemeket a harcban. A harcrendszer az azért olyan nehéz, mert nagyjából így harcoltak ebben a korban. Tehát ne várjatok ilyen kaszáló, kapáló mozdulatokat, meg mindenféle olyan ilyen teljesen irreális harci eljárásokat, amik mondjuk egy Skyrimben vagy Witcherben fellelhetőek, ilyeneket nem fogtok látni. Itt, hogyha harcolnod kell, akkor az megpróbál olyan lenni, mint a tényleges vívás egy hosszú karddal, egy másfélkezes karddal, egy szekercével, egy pajzsal. A harcrendszer lényege a Mountain Blade ötvözete, egy kicsit a Witcher és a Skyrim elemeket bevonva. De minden esetre azt tudnotok kell, hogy ez egy szimulátor élmény akar lenni. Is akar lenni. Amellett, hogy kaland és egy kicsit szerepjáték. A szerepjáték része az el van nagyolva, már olyan értelemben véve, hogy ugye nincsen karakteralkotás. De viszont van női karakter, akit DLC-vel lehet feloldani sajnos. Bár, ha jól emlékszem, Instant Gamingen talán 5 euró az ára ennek a DLC-nek. Ugye a támogatók ingyen kapták meg, de még én sem próbáltam ki. Jelenleg most ott tartok, hogy a saját kis falvamat próbálom itt építeni. És ennyi igazából. Tehát tényleg csak azért csináltam ezt a videót, hogy az új ilyen kondenzátoros mikrofonomat teszteljem. Illetve azért, hogy beszéljek egy kicsit a Deliverance-ről veletek, hogy mi a helyzet. És tényleg most már ugye elérhető, ennyit segítek, hogy kaptam visszajelzéseket a Cloud Gamingről, tehát ugye a felhő alapú játékszolgáltatásokról, és az ott futó Deliverance-ről. Tehát, hogyha valaki esetleg szeretné kipróbálni a Deliverance-t, akkor az mindenképpen fizessen elő valamelyik Cloud Gaming platformra, nem tudok már beszélni megint, ez az én átkom, és meg be is rekedtem. Ezt nem hiszem el, hogy 10 percet akarok értelmesen összefüggően beszélni, és akkor is berekedek. Tehát a Cloud Gaming szolgáltatások, értem itt ezt a GeForce Now-t, amire Richard hívta fel a figyelmemet, aztán ott van azt hiszem José által promotált Cloud Gaming, mind a kettőn elérhető a Deliverance. Én a GeForce Now-ról kaptam egy olyan visszajelzést, hogy stabilan 60 FPS-sel faszán Full HD-be lehet nyomni a játékot,
Az konkrétan nem tudom, hogy az ingyenes tartalom része a Deliverance, vagy külön elő kell rá fizetni, de kérésre ennek is szívesen utána nézek, vagy hát nézzetek utána ti magatok, de az a lényeg, hogy aki nem rendelkezik, úgy érzi, nem rendelkezik elegendő vassal a játék alá, az mindenképpen adjon egy esélyt ennek a Cloud Gamingnek. Nem csak a Deliverance-t lehet játszani, hanem elég sok másfajta tartalom is elérhető már ezeken a szolgáltatásokon. És csak egy nagyon bivaj, hát nem bivaj, de egy kellően erős és stabil net kell hozzá. Hát ennyit szerettem volna így elmondani erről. A Deliverance-ről meg tényleg annyit, hogy ne úgy üljetek le elé, hogy egy Witcher 3-at fogtok kapni. Vagy egy olyan Mountain Blade-et, ami ilyen teljesen középkori hangulatra van húzva. Azért ennél kicsit bonyolultabb a rendszer. Hol a pajzsom? Give up. Fucking hell! Dear God! Enough, please! I yield! Na, ennyit a harcról, srácok. Jó, hogy csak két bandita, az egyiket azt legyaktam. De a másik az... Right. I'll let you go. Thank you. I won't forget. A másik az megadta magát nekünk, tehát itt nem kell moddolni a játékot. Nehogy rám támadj, mert nagyon váglak. Tehát itt nem kell moddolni a játékot, és működik a yield rendszer. Aki szerint még mindig a moddolt Skyrim a jobb játék, az ássa el magát. Én azt most megmondom. Tehát itt azért súlyos gondok vannak az megítélésében a Deliverance-nek. Tehát ez egy olyan játék, ami működik. Értitek? Egy indie fejlesztő csapatról beszélünk, akik összekalapoztak 1 millió, vagy kicsit több mint 1 millió dollárt. Nem tudom hány fejlesztő stúdió tudta volna megcsinálni ezt egy CryEngine-re, amit a Deliverance összehozott, és egy tech demóként finanszírozta a játékot hosszú évekig. Majd közönségi finanszírozással lett belőle játék, majd ugye beszálltak kisebb kiadók, vagy hát kisebb támogatók. Úgyhogy ez egy működő játék. Tehát aki nem tud harcolni benne, azt már csináltam erről videót. Aki nem tud harcolni benne, aki szerint üres a világ, annak súlyos problémái vannak a játék megítélésével, illetve maguk az elvárások, amit a játék elé támaszt, azok hibázzanak. Tehát itt más nem tudok mondani, de tényleg. Ez a játék működik, és jól működik. A lovas harc az, ami nem működik, illetve a ló terepen való mozgása az, ami botrányos tud lenni. De melyik játék van hiba nélkül? Én ezt továbbra is meg szoktam kérdezni, hogy minden elemet egyik játékban sem tudnak tökéletesen összepakolni. Itt van, ami gyönyörű szép szülőfalunk szerintem. Így van, Skellitz. És hát ez egy romhalmaz igazából. Úgyhogy nagyon kell vigyázni, mert itt aztán ránk jönnek a banditák. Na jó. Mikrofon tesztet majd a kész videóban sikeresnek nyilvánítom, ha eljutok egyáltalán odáig. Rohadtul zavar, hogy a kondenzátor mikrofonokból ilyen 25-30 centiről kell pofázni, mert nekem az a megszokott, hogy ilyenkor hátradőlök a székben és csak vágtázok a Deliverance-ben. Yeah. Meg tényleg ilyen nyugtató lovaglásokat szoktam végrehajtani. Egyelőre ennek most búcsút mondhatok. Jó, tehát akkor nagyjából elmondtam, amit akartam. A leírásban megtaláljátok a magyarítás végző fordító csapat linkjét, Facebook oldalának linkjét. Ott tudtok jelentkezni üzenetküldéssel magának az oldal vezetőjének, aki koordinálja a magyarításokat. Nem csak a Deliverance magyarítása érhető el, hanem többek között a Frostpunk magyarítása is elérhető ezen a Facebook oldalon.
Úgyhogy aki kedvet érez hozzá, az jelentkezzen fordítónak majd ezen a linken. Én nem sokára meg fogom vásárolni a Hoi 4, tehát a Hearts of Iron 4 legújabb kiegészítő tartalmát, ezt a ellenállós cuccot. Úgyhogy abból tervezek videót készíteni, illetve megjelent egy Broken Lines nevű program, játék, most nemrég a streamen elérhetővé vált, és majd, jó, látjátok, ez a lovaglás átka, hogy egy ló nem tud átugrani, egy nehéz csataló, beszorul egy ilyen karámba, és nem tud kiugrani, csak nagyon nehezen. Jó, na, szóval, ezzel a képpel búcsúzom, sajnos a zsarátnokok bugosak szerintem, de ami a lényeg, hogy Broken Lines-ból tervezek március 10-től, amíg nem jelenik meg a Panzer Corps 2, illetve a Bannerlord jön ugye 31-én, majd márciusban, addig a Broken Lines nevű játékkal tervezek játszani, illetve az új hardverekkel, amiket a héten összeszerelek, visszatekintünk a régi Tatávor játékokba is, megnézzük, hogy milyen az új teljesítmény, milyen új nagy léptékű csatákat tudok kihozni ebből az új vasból, és remélem, hogy végre stabilan tudok futtatni mondjuk egy 16.000 fős csatát a Rome 2-ben, vagy az Attilában, vagy esetleg a Three Kingdoms-ban. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Tehát jelentkezzetek fordítónak, és kövessétek a magyarítás alakulását. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!